Immár 26. éve annak, hogy a Tücsök Zenész Színpad karácsonyi műsorral készül Szekszárdváros lakóinak. Az együttes tagjai nagyrészt diákok, repertoárjuk az utóbbi 60-70 év népszerű slágereiből, műzikeljeiből, gyermekdalaiból, illetve zenés darabokból áll. Béresné Kollár Éva, a formáció vezetője elmondta, hogy bár a tavalyi év kimaradt, nagy öröm számukra, hogy ezúttal meg tudták tartani a koncertet. És az idei év is egy nagyon furcsa év, mert amint látja mindenki, most is maszkban vagyunk, a közönség is maszkban érkezik, és kivételesen ahhoz is ragaszkodtunk, hogy maximum fél ház lehet, tehát nagyon-nagyon megritkított széksorok lesznek, hogy meg tudjuk tartani azért a biztonságos módon ezt a koncertet. Az énekegyüttes továbbra is folytatta a munkáját, amíg a pandémia folyt, és hát most is tulajdonképpen ott tartunk. Amikor beindult tavaly márciusban, akkor online órákat tartottunk folyamatosan. Minden gyerekkel külön foglalkoztam, és nyáron volt egy kis szabadság, amikor kinyitott a Babits Kulturális Központ, jöttek a szabadtéri rendezvények, és akkor már mi is tudtunk énekelni. Hát egy év után minden közös próba nélkül rögtön másfél órás koncertet adtak a Garai téren hatalmas sikerrel, és akkor gyorsan melegében fölénekeltük még itt nyáron a harmadik és negyedik CD felvételünket, saját lemezeinket, és ez megjelent akkor karácsonykor, tehát ez volt igazából a karácsonyi ajándék a tavaly a gyerekeknek, és hát idén eldöntöttük, hogy mindenféleképpen szeretnénk megtartani ezt a koncertet valamilyen módon. Az előadás első része most kifejezetten egy pódium előadás, mert a betlehemi jászol köré építettük, kórusművekkel, két-három szólamúakkal, és a második rész, egy kis szünet után, az meg már az úgynevezett könnyűzenei ismert angol-magyar sláger blokkból fog állni, és hát így aztán egy olyan kétórás koncertre számíthatunk a mai este. Hatalmas nagy probléma, hogy most például az ifjúsági felnőtt csoportom például nincs itthon. Most akik fölnőttek ebben a másfél évben, középiskolásan nőttek, azok fogják most csinálni, illetve két-három nagyobb fogja majd a mai műsort énekelni, mert hogy ugye egyetemisták lettek időközben, és mindenkinek az első vizsgai időszaka, van, akit nem engedtek még haza, hiszen ma is tanítás van, holnap is tanítás lesz, tehát egy nagyon rossz időpont ez ilyen szempontból, ez a hétfő a gyerekeknek. De hogy milyen terveink lesznek, hát természetesen mindenféle olyan versenyre jelentkezünk, ahova majd lehet menni, de egyelőre télen mindent lemondtak, tehát én is úgy tudom a Gemenc hangját mindig megszervezni, hogy úgy a nyári szabadság, amikor egy kicsit úgy fellélegzünk, és akkor gyorsan szeptemberben, az legelső hetében megtartom, szabadtéren, hát most idén sikerült
bejönni, ugye nem túl sokan voltunk a színházterembe, tehát ahhoz képest, hát a jelentkezők sokan voltak, csak ugye a közönség, ugye 600 férőhelyes nézőtérről beszélünk, hát itt 50-100 ember azért bőségesen és biztonsággal elfér. Hát nem tudom még, hogy mik lesznek a tervek, meglátjuk, mert rengeteg felkérésünk van, ahogy alakul a vírushelyzet.